Ferenc pápa az erőszak megszűnéséért imádkozott. A Vatikán a családok világtalálkozója előkészületeiről. A vatikáni múzeumok és az Uffizi képtár közös kiállítása Rómában. Itt a római riportokban. Az ecuadori Guayaquil börtönben bekövetkezett összecsapások során több mint 100 ember vesztette életét. Mi ha molto addolorato quanto è avvenuto nei giorni scorsi nel carcere di Guayaquil in Ecuador. Prego per loro, per le loro famiglie. Dio ci aiuti a sanare le piaghe del crimine che schiavizza i più poveri. E aiuti quanti lavorano ogni giorno per rendere più umana la vita nelle carceri. Myanmarban 8 hónappal a katonai puccs után is az erőszak uralkodik. Desidero nuovamente implorare da Dio il dono della pace per la amata terra del Myanmar. Perché le mani di quanto la abitano non debbano più asciugare lacrime di dolore e di morte, ma possano stringersi per superare le difficoltà. Az úrangyala elimádkozásakor a pápa felhívta a figyelmet, hogy az alázatosság a keresztény hit fontos része, és az első lépés ahhoz, hogy beengedjük Istent az életünkbe. Világvallások vezetői találkoztak a Vatikánban, hogy közös nyilatkozatot írjanak alá a klímaváltozásról, amelyet az ENSZ COP26 novemberi Glasgow-i konferenciáján mutatnak be. A résztvevők között volt Justin Welby Canterbury érsek, első Bartolomeosz ökumenikus pátriárka, az orosz és a kopt ortodox egyházak, valamint a zsidóság, az iszlám és a buddhizmus képviselői is. A felszólalók együttes fellépést sürgettek a környezetvédelem területén. And we need this dialogue in order simply to be, simply to breathe, simply to love one another. Egyedülálló hangjuk van, hogy szóljanak népükhöz és a világ vezetőihez. A találkozó során Ferenc pápa három dolog fontosságát hangsúlyozta: a nyitottságot az egymásra utaltságra, a szeretet dinamizmusát és a tiszteletet. Előkészített szövegét nem mondta el végig. E per non usare del tempo che è necessario perché tutti parlino, lascio nelle vostre mani la trascrizione, voi potete leggerla e così andiamo avanti in questa celebrazione. Grazie. Ezek után a pápa bemutatta a mindenki által aláírt dokumentumot Alok Sármának, a COP26 elnökének, és Luigi De Maio olasz külügyminiszternek. Az esemény végén a környezet iránti gondoskodás jeleként a résztvevők földet szórtak egy olajfa gyökerére, amelyet majd a vatikáni kertekben ültetnek el. Piero Coda atya a Nemzetközi Teológiai Bizottság új főtitkára és a Focolare mozgalom teológiai kérdéseket illető referense. A Nemzetközi Teológiai Bizottságot a II. Vatikáni zsinat után hozták létre. Alapítója maga 6. Pál pápa volt, aki nagyra értékelte a bizottság hozzájárulását a zsinathoz. A bizottság legutóbb a vallásszabadságról, a hit és a szentségek kapcsolatáról, valamint a szinodalitásról nyilatkozott meg. Ringrazio il documento vostro perché oggi si pensa che fare sinodalità e prendersi per mano e andare in cammino, fare festa con i ragazzi, no? O fare una inchiesta di opinioni, ma cosa si pensa su sul sacerdozio delle donne, la maggioranza si fa quello, no? La sinodalità è un cammino ecclesiale che ha un'anima, che è lo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo non c'è sinodalità. E voi avete fatto un bel lavoro per aiutare a questo. Grazie.
A Nemzetközi Teológiai Bizottságnak 28 tagja van, köztük 5 nő és egy világi férfi. Non siamo noi. Nigériában a közelmúltban fegyveres banditák megöltek több mint 34 embert az ország északkeleti részében, ahol egyre növekszik az emberrablások és az erőszakos cselekedetek száma. Auspico che sia sempre garantita nel paese l'incolumità di tutti i cittadini. Katekézise során Ferenc pápa a megigazulás tanáról is beszélt. Padre, io sono giusto perché compio tutti i comandamenti, sì. Ma da lì non ti viene la giustificazione. Ti viene prima. Qualcuno ti ha giustificato. Qualcuno ti ha fatto giusto davanti a Dio. Sì, ma sono peccatore, sì. Sei giusto, ma peccatore, ma alla base sei giusto. Chi ti ha fatto giusto? Gesù Cristo. Questa è la giustificazione. A pápa elmagyarázta, hogy a megigazulás tana nem teszi lényegtelenné, hogy jót vagy rosszat cselekszünk, hanem azt tanítja, hogy Isten mindig hajlandó megbocsátani azoknak, akik keresik a megbocsátást. A tutti la mia benedizione. 2020-ban a járvány kellős közepén 4 testvér, valamennyien betegápolók, személyesen adták át a pápának azokat a leveleket, amelyeket az általuk gondozott koronavírusos betegek írtak. Idén magunkkal hoztuk azokat az embereket is, akik a leveleket írták. Tavaly írtam egy levelet, amelyben kifejeztem azt a vágyamat, hogy a pápával találkozzam, és most egy évvel később itt vagyok. Ez a sok ima gyümölcse. Itt létemet ennek köszönhetem. Nagyon-nagyon izgalmas, hogy láthatom a pápát. Elfogadtam a meghívást, hogy eljöjjek ide, és lezárhassam ezt a COVID-betegséges időszakot, hogy éljek és jelen legyek ezen a földön. Több pápát is láttam távolról, de nekem Ferenc pápa a legkedvesebb. Tényleg nagyon közel áll az emberekhez, és ez az élmény nagy örömet szerzett nekem. Alla gente. E questo mi ha fatto un grandissimo piacere. Jean-Jacques 70 éves. 5 hónapig volt kórházban a COVID-fertőzések első hullámában, ami egyaránt sújtott időst és fiatalt. Andrea átadott a pápának egy ajándékot, egy könyvet, ami a Jó Halál kongregációjáról szól. A pápa azt mondta neki, de te nem részesültél a Jó Halálban. Én jó életet kívánok neked. La stretta di mano col papa e... Kezet fogni a pápával, néhány szót váltani vele, egymás szemébe nézni, életre szóló élmény volt. Felejthetetlen. Olyasmi volt ez, ami még inkább élettel töltött el minket. Tavaly újjászülettünk. Új szemmel nézzük az életet, és ma ez a kép még gazdagabb lett a pápának köszönhetően. Az ápolók és a gyógyult betegek közül néhányan egy 5 napos, gyalogos zarándoklatra vállalkoztak, ami Rómában a pápa általános kihallgatásán ért véget. Útjuk során kolostorokat, rendházakat kerestek fel, és COVID-teszteket ajándékoztak vendéglátóiknak. Az Életvidám csoport szeretné, ha útjuk a remény forrásává válna azok számára, akiket jelenleg sújt a COVID-fertőzés. A Vatikán további részleteket tett közzé a következő családok világtalálkozójáról, amelyet 2022. június 22-e és 26-a között tartanak Rómában. L'incontro assumerà una forma multicentrica e diffusa, favorendo il coinvolgimento delle comunità diocesane di tutto il mondo.
vagyis bevonják azokat is, akik nem tudnak Rómába utazni. Minden egyházmegyének helyben kell majd megszerveznie a találkozót. 9 hónap választ el minket az eseménytől. Az egyházmegyéknek még bőven van idejük arra, hogy a családoknak szentelt tevékenységeket megszervezzék. A családról szóló katekéziseket széles körben elérhetővé teszik az interneten. A püspököket és a papokat arra ösztönzik, hogy szervezzenek ima találkozókat. A családokat kell főszereplővé tennünk ebben a nekik szentelt évben. Ez azt jelenti, hogy befogadjuk őket, és lehetőséget adunk nekik, hogy együttműködjenek a papokkal a családpasztorációs munka elvégzésében. Az egyházmegyék és a nemzetközi egyházi mozgalmak által küldöttek Rómában gyűlnek össze. A pápa június 22-én szerdán este találkozik velük, szombaton pedig zárómisét celebrál a Szent Péter téren. Azért nem vasárnap, hogy az otthon maradottak vasárnap részt vehessenek helyi püspökük záró szent miséjén. A kanadai Carissa és Patrick Douglas 14 gyermek büszke szülei. Amióta az eszüket tudják, szülők akartak lenni. Sőt, Patrick egy 12 éves korában tett látogatáshoz köti a pillanatot, amikor megszületett benne a nagy család vágya. Meglátogattuk apám unokatestvéreit és egy családot, ahol 14 gyerek volt. Ez megfogott, nagyon jól éreztem magam velük, és nagyon inspirált, ahogy az idősebbek segítettek a fiatalabbaknak. Csak játszottak velük, ezt azóta is magamban hordozom. A Douglas házaspár a katolikus hitre való nevelésre is nagy hangsúlyt helyez. Carissa saját családjából merítve az inspirációt, szerzője és illusztrátora a Little Douglins nevű katolikus gyermekkönyvsorozatnak, amely segít a gyerekeknek megerősíteni Istennel való kapcsolatukat. Olyasmit akartam alkotni, ami segít a gyermekeimnek kialakítani saját kapcsolatukat Krisztussal. Szülőként keményen dolgozunk azon, hogy megpróbáljunk értékeket súlykolni beléjük, példát mutatni. De végső soron a Krisztussal való személyes kapcsolatukról van szó, és ezért nagyon szerettem volna valami olyat alkotni, ami segít nekik kialakítani ezt a barátságot. Douglasék az évek során a családjuk növekedésével saját gyermekeikre támaszkodtak, akik segítettek a házi munkában és az Istenbe vetett hitükben. A mai kultúra egyre jobban az individuumra összpontosít, és egyre kevesebb lehetőségük van a fiataloknak arra, hogy közösséggel találkozzanak. Amit mi kínálunk, a sok testvér formájában, az a legtermészetesebb közösség. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan közösség, amely a gyermekeinkkel együtt megmarad az évek során. A 14 gyermekes család úgy tűnhet, mintha csak egy meséből lépett volna elő. Ferenc pápa egyik kedvenc itala a maté tea. L'abbiamo visto in questo viaggio, l'abbiamo visto lungo questi due anni e mezzo. Qual è il suo segreto? Qual è la sua droga? Volevo domandare lui. È quella la domanda. La droga. Ma il mate mi aiuta, eh? Ferenc pápa által kedvelt maté tea a jezsuitákhoz is köthető, akik 500 éve, bejárva az új világot, sokat tanultak a benszülöttektől a gyógynövényekről. Egy újonnan megjelent könyv mondja el ennek a frissítő italnak a történetét és titkát. A könyv címe Kinin, Maté és Gyógyítás. Természettudós jezsuiták a gyarmatosítás idején. Eszerint a matét a guarani indiánok fogyasztották előszeretettel. A tudomány történetéről is szól, mert a jezsuiták lényegesen hozzájárultak a természettudományokhoz. A könyv szerint az egyik legnagyobb jezsuita felfedezés az volt, hogy hogyan csiráztassák a maté növényt, hogy végül kereskedhessenek is vele. A 17. századi jezsuiták úgy nyilatkoztak a matéról, mint ami bátorítja a munkát, oszlatja az álmatlanságot, és élinkíti az érzékeket. Úgy tűnik, hogy az első jezsuita pápa osztja ezt a nézetet.
Fra Bartolomeo és Raffaello első vázlatai, előkészítő rajzai és végleges művei Szent Péterről és Szent Párról most 500 év után egy kiállításon tekinthetők meg. 1513-ban Fra Bartolomeo firenzei domonkos testvér két kép megfestésére kapott felkérést Rómában a Szent Szilveszter templom számára. A művész elkészítette Róma védőszentjei képeinek terveit, de csak Szent Pált tudta befejezni, mielőtt elhagyta Rómát. Fra Bartolomeóra talán túl sok feladat hárult. Talán nem is érezte jól magát Róma tömérdek szépségeinek láttán. Elhagyta Rómát. Raffaello csak Fra Bartolomeo halála után fejezte be Szent Péter megfestését, hogy ezzel is lerója adósságát mestere előtt, akit nagyon tisztelt. A kiállítást 2020-ban tervezték megnyitni Raffaello halálának 500. évfordulója alkalmából, de a pandémia meghiúsította a projektet. Másfél évvel a restaurációs munkálatok után az eredeti vázlatok és rajzok kilettek állítva a Vatikáni Múzeumok képgalériájában. A projekt a Vatikáni Múzeumok és Olaszország egyik legfontosabb világi galériája, a firenzei Uffizi képtár együttműködésének eredménye. Ez egyszerre tükrözi vissza és köti össze Raffaello és Fra Bartolomeo együttműködését. Csak hogy akkor ez pont fordítva volt. Abban az időben Raffaello, aki Rómában élt a reneszánsz fénykorának egyik leghíresebb alakjaként, világi ember volt. Fra Bartolomeo volt a spirituális erőforrás, akinek a műhelye Firenzében, a Szent Márk kolostorban volt. A kiállítás attól is egyedülálló, hogy két reneszánsz művészt hozott össze két világra szóló művészeti intézmény együttműködésével. Tiszteletre méltó Bernhard a II. Világháború egyik névtelen hőse. A passzionisták kongregációjának tagjaként mindössze 30 évesen halt meg a II. Világháború idején Lengyelországban. Csupasz kézzel kutatott túlélők után a romok között. Az elhunytaknak méltóság teljes temetést biztosított. A sebesülteket a vállán vitte el a kórházakba. Amikor egy bombatámadás teljesen elpusztította a lakóhelye melletti kórházat, akkor a rendházat alakította át kórházzá. Sokan hasonlítják őt egy másik passzionistához, a fájdalmas szűzről elnevezett Szent Gábrielhez, aki a fiatalok védőszentje. Mindkettőjüket nagyon tisztelték, mert minden olyan tulajdonság megvolt bennük, ami egy egészséges közösséghez szükséges. Mindketten élték a legfontosabb erényeket. Bernharddal együtt a lengyel passzionisták között már 7 szent, 8 boldog, 24 tiszteletre méltó és 9 Isten szolgája van. Tim Timmons 22 éves korában kész volt arra, hogy a mainstream zenében építsen karriert magának. De két héttel az új karrier kezdete előtt egy váratlan diagnózis mindent megváltoztatott. Olyan rákkal diagnosztizáltak, ami akkor gyógyíthatatlan volt. És az egy olyan pont volt, amikor Jézus meg akart hívni valamire. Megváltoztatta a szívemet azzal, hogy azt mondta. Te segíteni tudnád az egyházat, az embereket, hogyan imádkozzanak, és hogyan jelenítsenek meg engem. Tim ekkor határozta el, hogy egész zenei karrierjét annak a hitnek szenteli, amely megtartotta őt a betegség idején. Legutolsó lemeze témája a jelen megélése Jézussal.
Nagyon szeretem ezeket a dalokat. Sokkal inkább imádságnak tekintem őket, és azt szolgálják, hogy énekeljük, amikor összejövünk, de akkor is, amikor az egész hét folyamán különböző helyeken vagyunk. Az Isten követés vágya inspirálta Timet a 10.000 perc nevű platform elindítására, amely arra bátorít, hogy Jézussal éljük meg a mindennapjainkat. 10.080 perc van egy héten, és abból 80-at olyan helyen töltünk el, ahol másokkal együtt Isten dicsőítjük. De újabb 10.000 perc telik el a következő ilyen találkozásig. És az az érdekes ezzel a 10.000 perccel, hogy az élet kemény dolgai abban a 10.000 percben történnek. Tim reméli, hogy hallgatóit elvezeti az Istennel való találkozásra, és arra készteti, hogy legalább pár percet Jézussal töltsenek el a nap során. Következő adásunkban politikai és vallási vezetők találkozója a békéért. Itt a Római Riportokban.